Hello mindenkinek, mielőtt rátérnénk a tényleges trágyalanyunk bemutatására, addig szeretném elmondani nektek, hogy most jelen esetben ugye ez a 11. The Fun Gameplay epizód lenne, tehát túl vagyunk 10 szarjátékon, de még tudunk lejjebbre süllyedni a pöcegödörbe, ezért azt gondoltam, hogy ráadásul meg új dizájnt is próbáltam csinálni a csatornámon, ezért azt gondoltam, hogy minden egyes Dafa gameplayt mostantól fogva azt úgy fogom megcsinálni, hogy először random neki megyek a játéknak, megnézem, hogy mennyire szar, és a végén lesz egy értékelő, egy végleges értékelő, és előtte egy felvezetés, hogy konkrétan hogyan készült el a játék, mi kellett volna, hogy megváltozzon, és mi kellett volna, hogy ne kerüljön bele a játékba, és miért lett ilyen gáz, ilyen hasonlók, és akkor végén egy végső verdikttel fogom lezárni az egészet. Szóval erre kell számítani, illetve az élménybeszámolóssal kapcsolatban ott nem lesz ilyen plusz értékelés, mivel az első benyomásoknak, meg az élménybeszámolónak az a lényege, hogy először szemlélem a játékot, és az alapján ítélem meg a játékot. Igaz, ez azt jelenti, hogy nem játszottam végig, de lesznek olyan pillanatok is, amikor végig szenvedek egy játékot, vagy végig tolok, vagy nagyon sok időt bele töltök, ahol már nem tud újdonságot mutatni nekem, akkor ott nagyjából már egy végső stádiumos verdiktet fogok ott is csinálni, de nem olyan hasonló, mint a Dafa gameplaynél. Csak ennyit szerettem volna mondani. Jó szórakozást kívánok a szenvedéshez, jöjjön a lényeges trágyalanyunk. Jó, rossz, retro és modern játékok egy helyen. Hello mindenkinek, ez itt a Game Archívum. The fuck? Hello mindenkinek, ez itt a 11. The fuck gameplayünk, amelyben most a jól látható játékkal fogok foglalkozni. Itt magyar földön nem új keret ez számunkra, meg ráadásul külföldön sem új keretű dolog ez a 2011-es maszlag, a Team Six Game Studios által, a Flatout 3. Lényegében annyit a sorozatról, hogy ez egy négy részes franchise-ról van szó, de amikor ez készült, akkor még ellen esetben ez volt az, ami majdnem kinyírt az egész franchise-t, majd mindjárt a videó végén lévő bemutatóról majd fogok bővebben beszélni. Annyit kell tudni, hogy Steamen ez a játék legalja. Tehát a Steam legalja konkrétan. Az értékelések szerint az Airport Simulator 2014 és a már letörölt Days One Garry's Incidents mellett ez volt az a harmadik játék, most már második, mert a utóbbit azt törölték a Steamről, ami még fönt van Steamen a másikkal együtt, és nem törölték le. És még mindig ott van, és a Steam legalján van. De elvileg van még egy játék, csak már rohadtul megfeledkeztem róla, hogy elvileg van még egy játék, ami szintén dobogós helyen van a Steam legalján. A Steam lista legalja ez a játék. Tehát konkrétan felfedeztem az Antikrisztus gráliát a Steam könyvtárnak. És ezt jó sokan emlegették ezt a játékot. Magyar földön én 3 embert ismerek, aki foglalkozott ezzel a játékkal, Isten nyugosztalja őket. Az egyik Kast, jó barátom Kast, aki még ráadásul meg is említette, hogy biztos ő abban, hogy én egyszer majd hozzányúlok ez a játékhoz Dafa gameplayen belül, és nagyon kíváncsi arra, hogy én hogy nézek szembe ezzel a játékkal. Ráadásul ő is nyomta egyébként a játékot. Aztán Csúb is foglalkozott ezzel a játékkal természetesen. Illetve természetesen a Játékosok Podcast is. Tehát Fejernék is foglalkoztak ezzel a játékkal, úgyhogy már 3 magyar ember tudok megemlíteni az én körzetemben, akik foglalkoztak ezzel a játékkal, és én leszek a 4. Remélem, senki nem próbálta még meg. Ha igen, akkor elnézést kérek, hogy kihagytam a példalistáról, de jelen esetben én csak ennyit fedeztem fel. Illetve egy-két
angol, amerikai YouTube-ost is megnéztem, akik szintén foglalkoztak a játékkal. Hát ők is nagyon ki voltak akadva. Meg jelen esetben, most így itt vagyok az elején, eléggé érdekes, hogy amikor elindítod legelőször a játékot, akkor konkrétan nem elég, hogy 10 gigát nyel le ez a förmedvény a helyemről, de hogy még olyan hangos a zene, úgyhogy headphone users. Micsoda? Jézusom! Mik ezek a hangefektek, öcsém? Anyád! Ez már horror játék, nem versenyautó. Ja, egyébként milyen játékról van szó? Autós, no shit. Ilyen vehicle combat, tehát ilyen olyan a versenyjáték, ahol még egymást lehet ugye szétcseszni ilyen roncsdermi módon. Na nézzük először is a videó opciókat. Itt teljesen normális a beállítások. Egyébként azt nem értem, hogy lehet külön beállítani úgy a befelbontásokat, mert automatikusan rááll. Most nem fogok mozgatni, de legelőször, amikor elővettem, akkor az volt kiírva, hogy desktop resolution. Már beszélni nem tudok. Tehát operációs rendszer tálca jelenlegi resolutionjait használja fel. Aztán külön a magát a felbontást is fel lehet használni. Igen, már alapból támogatta az én felbontásomat. Oké, ennek örülök. Akkor van egy ilyen users defined videópresettek, tehát hogy magad beállíthatod, hogy milyen jelenség legyen. Hát vannak különbözők, tehát például ez a Verilo, azt a büdös rosseb élet, hát a PS2-es Burnout 3 Takedown jobban nézett ki, mint ez. És ráadásul az pár évvel korábbi, ez meg egy 11-es játék. Oké, a hangbeállításoknál. Na jó, headphone users, vigyázzatok. Tehát itt van az effect, a sound effect hangerő, hogy alapból középen van beállítva. Szerintem ez egy normális hang. De lehet, hogy még lesznek bajok. Viszont a zene. Annyira rossz a zene felhozatal, hogy még licencelt zene sincs rajta, ami oké, most a mostani YouTube generációnak köszönhetően most egy semmilyen licencelt zene nem szólhat mögötted, de ez, hogy alapból fullosan be volt kapcsolva. Hát max ilyennek kéne lennie, de amilyen szarok a zenék, ilyen folyamatosan ilyen köszörű fűrésszel így konkrétan kielégítik a füledet a rosszabbik értelemben, egyszerűen borzasztó. Tehát nem hallhatsz más, a gitárt alig hallod, nagyon, nagyon torzítva hallod a gitárt, nem is a hangot hallod, hanem azt a zzzz, furó hangot hallasz, a dob, a drum bass meg nem is segít. Szóval ennyit erről. Az irányítás. Na, hát lehet külön gamepaddal, meg billentyűzettel is irányítani a játékot, viszont senki nem nézte meg, hogy milyen az irányítás, ezért most megnézzük veletek, jó? Nyilakkal lehet ugye mozogni. Elég érdekes. Nyilakkal lehet mozogni. A föl, a dép, a fölfele nyíl a gáz, a lefelé nyíl a fék. Oké. Balra jobbra kanyarodunk, illetve after touch. Nyilván az after touch az, amikor vannak olyanok, hogy a Flatout sorozat arról híres, hogy autókkal lehet mozogni, illetve vannak a stuntman módok, amikor magát a pilótát kell kiröppenteni, és utólag még lehet irányítani a zuhanását. Ezt is a nyilakkal lehet megoldani. A szóköz a kézifék, kontrollal lehet boostot tolni, nitrót, hát olyasmit olvastam, hogy elvileg nagyon nehézkes az irányítása a kocsiknak, és ezért van az, hogy lehet, hogy amiatt is még pluszban nitróval szerintem még irányíthatatlanabb lesznek a járművek. Super move a shitter, hát az rohadtul nem tudom micsoda. Respawn, erre lehet mondjuk visszaállni a pályára, hogyha esetleg nagyon haláli állapotban vagy, és annyira kiugrottál, hogy onnan nagyon sokáig tartana visszaállni a rendesen. Ellel fénybeállítások. Gyerekek, rohadtul nincs értelme a fényt kikapcsolni, mert bekapcsolni a fényt, semmi értelme nincs, mert ezt a fos, már most is láthatjuk, ezt a fos délutáni világítást láthatjuk az összes pályánál, egyszer sem lesz éjszaka, egyszer sem lesz délelőtt, reggel vagy ilyesmi, hanem ezt a délutáni poshat, narancssárga, fos okádék kombót kell látnunk folyamatosan, és csillog-villog minden, a szemem okádik mindjárt. H-val lehet dudálni tök fölöslegesen, a B-vel lehet visszanézni, a C-vel lehet kamerát beállítani, tehát hogy
Magát a kocsit látjuk, egy picit távolabbról a kocsit, tehát közeli TPS, távoli TPS, és illetve a volán mögötti FPS nézetet is lehet nézni, illetve a stuntman módoknál, hogy az F-fel lehet a pilótát kiröppenteni a kocsiból, illetve érdekes módon ő és hosszú U-val, mivel én ugye magyar billentyűzetet használok, és ugye úgy látszik kompatibilis ezzel a foshalmazzal, zenetrekkeket lehet ugye váltogatni. De minek, amikor olyan fos zenék vannak? Nem is értem. Na, és akkor menjünk vissza az előző menübe. Game opciók. Itt nagyon érdekes game opciókat lehet beállítani. A gáz, izé a... Vagy mérföld per órás, vagy kilométer per órás mérőbe mutatja a... Hogy mondjam, a cágerünket, vagy van a metrik egység, illetve az imperial egység. Illetve be lehet állítani fizikát a játékban, hogy hogyan működjön a fizika a kocsik közt. Többmagos fizika. Többmagos fizika. Most be van kapcsolva, majd megnézzük, hogy hogy néz ki majd, ha ki van kapcsolva. Mi van? Csup is megkérdezte, mi van? Megtámad engem a cinema scenes, vagy mi az Isten? Mert ő is ugyanezt a hangot használja megállás nélkül. És akárhányszor itt menüt váltok, mindig ezeket a borzalmas horror effekteket rakja be. Tehát komolyan mondom, nem is kell a YouTube, hogy oda kell föltölteni a dolgokat. Hát ezt is oda töltöm fel. Na, így lebuktatom magamat. A lényeg az, hogy ezt YouTube-ról, vagy egyéb netekről, soundboardokról letöltötték ezeket a hangeffekteket, és így oda cseszték, hogy na, hát akkor ez majd biztos, hogy jó, epikus lesz. Aha. És akkor van külön multiplayer, hogy ezt valaki még közösen akarja, hát valaki többségben akar szenvedni, hát akkor csak tessék. Single player! Úristen. És akkor úgy vagyunk a single playerben, hogy van mindenféle játékmód, és azok közül lehet válogatni. Van egyik a rész, ugye az alap, akkor vannak a challenge-ek, különböző kihívások, ami egyébként a játék story, idézőjelekben story settingje. Aztán az offroad, ahol ugrálni, meg driftelni lehet nehezebb terepeken, a night shift. Tényleg van éjszakai mód? Szóval akkor a night shift, amikor hogy éjjel a vaksötétben karbonszerűen kell vezetni, akkor vannak speed, ami azaz ilyen sprint versenyek, ahol a leggyorsabb, legrövidebb idő alatt a leggyorsabban kell teljesíteni, illetve a monster truckok, amikor monster truckokkal akadálypályákat meg, illetve szerintem egymás kiütését kell megoldani, illetve a battle, van még battle arena, ahol az úgynevezett roncs derby módot nézhetjük meg a játékban. Tehát a legtöbbje ez versenymód, illetve a Battle Arena és a Big Battle, ahol konkrétan 24-en csapnak egyszerre, illetve a Battle Arena, ahol 1v1-es meccseket lehet tolni, illetve a Stuntman, a jól ismert előző részekből a Stuntman, amikor a pilótát kell kiröppenteni. Illetve hallottam még egyről, csak az a baj, hogy nekem az alapverzió van meg, és abban nincsenek meg a frissítések, és hát sajnos egy-két frissítéshez már a letöltő link már nem igazán működik. Van még egy mód, a Splat Out, aminek az a lényege, hogy zombikat kell elütni. Tehát az olyan, mintha a Karmageddonban nem elég jól ütötted el az embereket, szóval itt majd még jobban kéne elütni, ráadásul még a sírból kijönnek. Jobb is, hogy nem pazaroljuk a levegőt ezzel, mert szerintem az még semmire nem jó, nem lenne jó. Kezdjünk egy résszel, válasszunk ki autót, meg pilótát. Hát igen, van kemény 6 különböző pálya, és kettő érhető még csak el. Detroit, Róma, a keleti hegységek, a Himalája, Bécs, dél-louisianai kikötők, illetve az 17C-s uránium bánya. Hát akkor kezdjük az elsővel. Aztán, ja, még pályán belül van még, tehát vannak pálya csomagok, és a csomagokon belül van még külön pályák. Tehát van a Suburb, az Industry, a Reverse, meg az Industry Reverse. Szóval akkor két pályát kapunk, és a másik kettő az meg igazából ugyanazok, csak visszafele. Igen, a Detroit Suburb, tehát a detroiti belvárosban, akkor a detroiti gyártelepnél, aztán a belváros visszafele, illetve a gyártelep visszafele. Szóval két pálya, csak kétszer megduplázva, a másiknál meg visszafele kell haladni. Wow!
Oké, okay, és akkor most jöjjenek az autók. Igen, vannak különböző típusok, kocsik, skinek, meg tuningolás, és akkor nézzük, van a klasszikus class, a muscle, ami igen nehéz kocsik, gyorsak, de viszont erősebb kocsik. A tuner, ami ízen tuningolhatóak, iszonyat rondák a kocsik egyébként, iszonyat rondák. Sportkocsik, amik majdnem olyanok, mint a tunerek, és klasszik, értem. És akkor van a... nézzük meg klasszikon belül a grinder kocsi. Ha nem is tudok változtatni, viszont skin tudok változtatni, ez a piros, sárga, fekete, fehér, piros, fel legyen inkább fekete. A tuningolásnál még igazából van default, precision, destroyer. Tehát a default az az átlag beállítás, a precision... Switch tires to ultra performance, twinking engine, twinking suspension and wide distribution, removing as unnecessary weight. Szóval ez azt jelenti, hogy a precíziós az, hogy a még gyorsabban lehet menni, és könnyűbb helyé válik a kocsi, tehát még könnyebben tudunk majd kanyarodni, úgy tudom én, illetve a Destroyer, hogy mindenkit elpusztítunk magunk körül. Én maradok a defaultnál, és akkor nézzük, van még tehát a classon belül van még ez a Grinder, az az alap klasszik, akkor az Amoedo GT a Muscle-nál, ilyen Muscle NASCAR féleség, itt se tudok változtatni, viszont itt tudok színt választani ilyen fehér-piros csíkkal, ez a narancsárga-feketés, ez a fosbarna, meg ez a fekete, itt a full fekete, aztán van ez a Nibaret GT X3, zöld, fehér, fekete, lila, itt egy több szín van egyébként, és akkor vannak még, sports cars, igen, hát akkor nyújjunk egy klasszikkal, jelöljük be, és akkor jönjenek azok a karakterek, azok a tipikus karakterek. A leírásokat nem fogom felolvasni, elég annyi, hogy a nevük. Just in case. Már alapból egy rossz szóviccel így megalázni szerencsétlent. Aztán Eva Mentos. Ráadásul ez inkább referencia. Mindegyik egy ilyen easter egg karakter. Nagyon furcsa easter egg karakter mindegyik. Tehát alapból a Just in case. Az alapból már egy szóvic, egy nagyon gáz szóvic. Eva Mendes, mint Eva Mendes a Fast and Furious című filmben, amikor Paul Walkerrel együtt utaztak. Akkor Bob Earl Homer Deluxe. Tehát mennyivel kell még tovább bonyolítani a nevedet, mint hogyha egy olyan játékot adnék ki, hogy Extended Cut, Remastered, HD, Remix, Ultra, Omega, Alpha, Prelude. Aztán Katie Boxing Sale, azaz Katie Backing Sale, mint Anna Van Helsingből, vagy mint az Underworld-ös főhősnő. Bob Slayer, hát, mintha Jared Leto Jokerjét instant helyre pofozták volna, holott ő még meg sem jelent. Amber Tiffany Lane, fú... Ahhoz képest, hogy itt a hasánál azt akarták reprezentálni, hogy nagyon mélyen hordja az alsóját, nekem nagyon ducinak tűnik. És ráadásul ez elmehetne akár egy pornós névnek. Waze Sam Lander. Mint hogyha Adam Sandlernek a nevét így össze-vissza kuszálták volna, és ráadásul fél szemével alig lát, úgy látszik túlélt egy nagy karambolt. Yadeli Vanity. Hát... Átlag, de no comment. Na, itt van, Zin Benzin. Tehát Vin Diesel benne van a játékban, de úgy Vin Diesel, hogy a saját neve Zin Benzin, tehát hogy Vin Diesel a Fast and Furious-ból, viszont a Riddick-es megjelenésével, a Riddick krónikáiból. Tehát ez két személy egyben. Tehát konkrétan maga Vin Diesel mostoha unoka testvére kameózik. Jennifer Elistor, vagy Jennifer Aniston a jó barátokból, ráadásul ilyen Harley Quinn-es sminkel, akkor Uwe Boll, nem, véletlenül se Uwe Boll 47-es ünnök cosplayben, még véletlenül se. Aztán Pete Samam, nem tudom, ez a gyerek emlékeztet szerre a Carbonból, nem tudom, Need for Speed Carbonból.
És igen, Zario the Mechanic. Egyrészt Mario és Ron Jeremy crossover. Nem véletlenül. Szerintem ez mindent megmagyaráz. A csávó úgy néz ki, mint Ron Jeremy a pornósztár, illetve Zario a mechanikus, mint Mario a vízvezeték szerelő. Szerintem ezt nem kell túlspilázni. Szerintem ismeretlen player. Tehát valaki belerakott egy átlagos karaktert, hogy azzal tudjál azonosulni, holott meg semmit nem tudunk róla, és ezt tudjátok, kire emlékeztet? X-Racerre a Speed Racerből. Nem tudom miért, de ez valamiért azért hasonlít. És ő vele fogok majd menni. Eric Speed, tehát nyilvánvaló kellett egy szó, ez megint egy újabb szóvicces egoista állat, és Alice Bimano, rohadtul nem hallottam róla, de ez is látszik, hogy mennyire himsoviniszta ez a játék, de komolyan. Adriani, egy átlagos tinédzser lány, aki most költözött el a nagyvárosból ide, hogy a Koleszban próbálja meg eltölteni az életét. Meg Sarmella Caesar, nem Caesar, hanem Caesar. Jézusom, hát nem tudom. És vannak olyan karakterek, akikről semmit nem tudok mondani. És ráadásul úgy, hogy nem olvasom el a pici apró betűs részt, mert rohadtul nem érdekel. Silene Einhorn. Az Einhorn az majdnem az Ace Ventura-ból a Alice Einhorn. Jaj ne. 34 rupias, tehát 34 rupia, tehát alapból 50 cent paródia, és a csávó meg tök úgy néz ki, mintha a leborotvált fejű Busta Rhymes. És ennyi a karakter, ennyi a karakterlista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! 20 karakter közül lehet választani, akik statban nem rendelkeznek semmivel, nem térülnek el egymástól. Úgyhogy én megyek az ismeretlennel. És akkor még itt egy utolsó kielégítés, hogy mi a helyzet, hogy fogjuk tolni, 3 körös lesz, nem tudjuk beállítani a köröket, az ellenfeleket, a nehézségi szintet, vagy legalább tudjuk, beállíthatjuk 1 körös, 3, 5 körös legyen egy, hogy gyorsabban túlmenjünk rajta, aztán 15 ellenfél, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ellenfél, illetve az AI nehézségét is beállíthatjuk, hogy seghülye legyen, vagy normális, vagy egy mazohista pöcs. Legyen inkább seghülye. És akkor a Car Class Restriction, ami azt jelenti, hogy minden egyes ellenfél bármilyen kocsit használhat. Maradjon is így. De akkor meg semmi értelme, hogy minden klassz legyen benne. Tehát külön is, meg egybe is. Tehát ennek semmi értelme nincsen. Na, induljon! Hú! Na. Jézusom! Ezek a villódzások, meg ilyen hasonlók, annyira undorítóan néz ki. Borzasztó. Na, nézzük. Ronda volt.
Hát bakker, meg se lehet mozdulni, ha túl sokan vagyunk, akkor konkrétan egymást püfölik. Akkor az ellenfelek azért voltak kitalálva, hogy egymást püföljék, ahelyett, hogy a saját versenyüket tolnák végig. Öcsém, borzasztó. 1 perc alatt végtem végig, 6. helyen voltam, azért, mert nagyon sokan voltak. De főleg, hogyha nagyon sokan vagyunk, akkor mindenki egymást kaszabolja szét. Mert arra mennek rá, ahelyett, hogy végigvinnék a pályát. Jézusom! Megmozdulni nem lehet, a kocsi össze-vissza csúszik, vagy amikor éppen nem akar csúszni, akkor meg tapad az útra szépen, de mindig ellenkező mozgásban halad. De borzasztó, kezelhetetlen, gyors, és így nem szóltam semmit, és így néztem, és így borzasztó. Még a boost sem segített. Össze-vissza ugrottam, egyszer használtam a respawn-t, borzasztó. Csoda, hogy még vannak épp idegeim ezzel tolni. És nem az, hogy rohadt mérges vagyok, hogy üvöltöznék ezzel a szarral, hogy ez egy fos! Nem! Hanem nézek, és mintha engem drogoztak volna be. Ez az átvezető. Na, most ne kapjál epilepsziás rohamot. Érted? Alig indulok, mert már mindenki elhúzott. Nem lehet rendesen kanyarodni. Aha, kezelhetőség a valagamhoz. A kézifék nagyjából működik. És második hely. De nem úgy volt, hogy ja, az, aki ott előtt cikázott, szóval tök mindegy, hogy mit állítok be, nem tudom végigcsinálni úgy, hogy első helyezést érjek el. Tehát még arra hivatkozik a játék, hogy gyakoroljam be a pályákat. Aha, tudod, Mikó. Persze, persze. Nem, nem. Szóval ennyi volt egy rész verzió. És akkor nézzük meg, milyen mondjuk a... Haladjunk fölfele, ahogy haladtam. Nézzük azt a challenge módot. Ó! Nem állíthattam be semmit, már most már itt vagyok a rögtön a challenge-ekben, szóval van 50, amit egymás után kell csinálni, és Carpathian Lumberjacks? A Kárpátoknál vagyunk? Mi az Isten? Hogy mertétek ebbe a játékba belerakni szép hazai területünket? Első challenge, elsőre be kell érni. És nem választottam semmilyen kocsit. És ráadásul ez egy 3-körös futam. Aha, ugyanaz a borzadály, és veszettül hangos, öcsém. Veszettül hangos. Osztop. Meg ráadásul írja ki, hogy spónoljak vissza, rögtön nyomom az R-t, nem működik, hanem csak úgy 5 másodperc után. Addigra már közben meg szépen meg beérnek a célba. Kezelhetetlen. Az irányítás egyszerűen kezelhetetlen. Tessék, össze-vissza járkálok, ennyi volt. Ennyi volt. Abort. Szóval... baromira nincs értelme az egésznek. Offroad. Két fajta pálya közül választhatunk. A Utah, illetve a Kansas-i offroadokon. És illetve itt van választhatunk offroad típusú kocsikat. Például ez a Stilecco, ami úgy néz ki, mint egy családi kombi, amire ráraktak egy 4x4-es hajtású kerék abroncsot. Nem is tudunk mást választani, tehát van a Stilecco, a Hazzang, ilyen neveket. Hazzang, ami majdnem ilyen Jeepnek felel meg. Ja, ez a kettő van, hát akkor legyen ez a nagy batár, és akkor állítsunk be neki egy szint, mondjuk ezt a zebra csíkost. Illetve van default, azt sem tudja beállítani. Ugyanaz a versenyző, és akkor így be lehet állítani ellenfeleket. Mondjuk legyen 4, illetve seghülyék, de akkor is rohadékak. Szóval úgy lehet pontot gyűjteni, hogy rombolunk, ugrálunk, mert minden egyéb. Farm völgyek, aha.
Szóval itt nem az van, hogy célba érni kell, hanem tárgyakat kell szétcseszni. Közben meg folyamatosan haladunk előre. Szóval ez nagyjából egy tárgybuzeráló sprinterre emlékeztet szerintem ez a mód. De az a baj, hogy olyan sok a bucka meg a tereptárgy, hogy mindenem pattogok, semmit nem tudok csinálni, és persze, hogy nem tudok úgy haladni, hogy kéne. Meg ráadásul nincs térkép, nem tudom, hogy hova a büdös fenébe kell tovább haladni, hanem követnem kell az ellenfeleket. Hát most hova kell menni? Na kész, itt megállt a tudomány. Vagy lehet, hogy erre. De az a nagy büdös helyzet, hogy innen jöttem, szóval az egésznek semmi értelme nincs, hagyjuk a fenébe, köszönjük, viszlát. Akkor jöjjön a Night Shift. Aha, tehát ugyanazokat a pályákat kapjuk meg, csak éjszakai verzióban. Jé, tényleg mégis van funkciója az izéknek? A... A lámpának! Itt van... Ja, egy kör, illetve... Normál és hard fokozat csak. Tehát, hogy... legyenek köcsögök vele. Oké, és egy kör. Aha, szóval még nehezebb, mert egyrészt még jobban csúszik az út, éjszaka van. Hát ez annyira éjszaka, mint számomra a kivilágított éjjel látó hóban. Na. Persze a bokról nem tudok átmenni, és az ellenfelem már el is húzott, de újra spawnoltatta magát, szóval ez eléggé furcsa, úgy van, elcsesztem. És persze úgy áll be a respawn, hogy véletlenül se tudjak visszaállni, úgy van, kezelhetetlen az irányítás, nem, egyszerűen borzasztó, nem, hagyjuk. Ez borzasztó ez az éjszakai pálya. És akkor van még a speed, ahol már a Forma 1-es autókat lehet irányítani, ebből van 5 fajta pálya. High Speed Hefei, Kazasztán Carnage, Dakota Speed Derby, Japán Super Speed és German Speed Demons. Igen, és akkor vannak ezek a Speed klassz kocsik, van ez a Calix T2-es Formula 1-es, aztán van ez a Do Supremo ilyen futurisztikus járgány. Nekem ez nagyon bejött, úgyhogy inkább ezt választom. Igaz, hogy csúnya, de nem érdekel, tuningolást egyáltalán nem lehet beállítani. És akkor nézzük, 3 kör, legyen mondjuk 1, 4 ellenfél, és seg hülyék. Na. Elvileg ez nem tűnik olyan rossznak. Tehát szépen kell haladni, nem szabad kiesni. A kezelhetőség nagyjából oké, ha benyomom kéziféket, akkor nagyjából lehet kanyarodni. Ez nem fog olyan sokáig tartani szerintem. Aha, ha földúton vagyok, akkor nem tudok, egyszerűen nem tudok visszakanyarodni, csak akkor a sima úton vagyok. Oha! Egy pici dolognak neki mentem és már halott vagyok. Ez a fizika nem nagyon működik. Aha, a kocsiknak neki megyek, nem robbanok úgy fel, ahogy a falnak neki mentem. Na, de legalább végre sikerült első helyezést érnem. Na, és akkor elértem egy új pályát, a High Speed Hefeit, új Speed Track, a Dakota Speed Derby, új kocsi feloldva, a Zumbati 2000, szóval sok mindent lehet összegyűjteni, de ennyi. Azért kellett ez a 20 ellenfél, hogy ezek ellen harcoljak. Tehát azért kellett a 20 karakter, hogy ezek ellen harcoljak. Tehát ennyi minden. Tehát mint a saját magam ellen harcolnék. Hú, most feloldottam két pályát, jaj. Meg a Super Speed Summer Season, meg az Autumn Season. Tehát nyári vagy őszi hangulatban toljak, holott meg
rohadtul nem látszik, hogy nyár van, vagy tavasz van, vagy ősz van. Mert annyira ronda, hogy egyszerűen nem tudom földolgozni. Aztán Monster Truck, Search and Destroy, Bring the Light, Catch the Bus, Royal Flush, és Dude, Where's My Car? Szóval vannak ilyen challenge-ek a Monster Truckon belül, aminek az egyik a Search and Destroy, aminek azt jelenti, hogy 40 robbanó hordot kell fölrobbantani. Challenge. És akkor Monster Truck, ami nem más, mint egy átlagos sportkocsinak csináltak egy bazi nagy alvázat. Ez az. Akkor van ez az El Croco Cruncher, a Thunder Supreme. Hát, kó legyen ez, csak külcsínt adok neki, semmi más nem változtat meg rajta, legyen ez a lila, és akkor ennyit lehet látni, hogy a kezelhetősége közepes, gázt adni vele jó, az átlagsebesség egy fos, viszont jó erős. Bleh. Illetve mondjuk 4 ellenfél, seg hülyék, vagy kevésbé mazoi, kevésbé rohadékok. Na. Ennek a kocsinak a hátulja úgy néz ki, mintha szembenéznék vele. Szóval a lilával jelzett izéket kell szétszedni, hordókat. A kezelhetőség valami katasztrófa. Illetve bal oldalt van egy radar, ami elvileg mutatná az ellenfeleket, de ez rohadtul nem mutat semmit. Szóval technikailag semmi értelme nincs akkor annak. Elvileg a hordokat kéne jeleznie, de nem csinálja. Mert ennyire nem foglalkoztak a készítők az ilyen nüanszokkal. Látjátok, az ellenfeleket mutatja, tehát az a battle módoknál oké. Okay. És látjátok, neki megyek a hordónak, de el sem üti, csak akkor, hogyha rükvercezek. Okoztam 1% damage-et. Aha, ez nagyon úgy tűnik, hogy 1%-os. Aztán akkorákat ugrok, hogy még az előttem lévőt sem éri el, meg állandóan mindig a seggemben vannak az ellenfelek, ahelyett, hogy a küldetést hajtanák végre. Ráadásul ez időre megy, most nézem, van 2,40 percem. Tehát 2 perc, 40 másodperc. Nem, egyszerűen kezelhetetlen. Tehát a hordóhoz mennék, és abban a pillanatban jön valaki, aki nekem akar rontani, ahelyett, hogy a saját dolgát végezni. Tehát itt konkrétan egymagam ellen játszok, és ha mondjuk beállítanám a 15 ellenfelet, akkor konkrétan még megmozdulni se tudnék, mert folyamatosan a seggebben vannak, és engem akarnak kinyírni. Ja, és amikor respawnolok, akkor effektíve nem áll vissza a kocsi egészsége, hanem marad az, ami egyébként alapból megvan. Na, itt látok, 57-nél vagyok. Mindjárt másfél perc, és még a felét nem tudtam meg végig csinálni. Egy tetves hídon nem tudok fölmenni, hogy oda menjek a többihez. Mert tele vannak ilyen akadályokkal, az egyenes nem tudom bevenni. Na, fölmászni az legalább tudok rá. Wow. Megint úgy kacskaringózik, úgy kanyarodik, hogy a kisebbik helyen, és látjátok, átmegyek rajta. Tehát konkrétan a kerékkel kell elütnöm a hordókat, nem az, hogy a kocsival neki megyek, hanem a kerékkel kell elütnöm a hordókat. Nem, még azzal se. Oda nézzetek. Tehát valamikor befogadja, valamikor meg nem. Közben meg itt vannak a rohadékok a hátsomban. Egy percen belül vagyok, ez nem lesz meg. Fél perc, és még csak 27 van nálam. Ez a köcsög meg úgy, hogy seggemben van, hogy már érzem a gatyámban az erejét. Borzasztó. Fúj. Ha, ez nem lesz meg. Éppen úgy csak 30-at tudnék csak becsípni. Tehát nézzétek meg, repülők, össze-vissza, nem tudom kezelni a levegőben a járművet, össze-vissza ugrál, össze-vissza megy, nem tudom kezelni rendesen, már szó ismétlen magam, lejárt az idő, és elbuktam a küldit. Ennek a módnak semmi értelme nincs. Öregem, mennyi van még hátra? Fú, azt a rohadtél, még 3 mód. Na jó, hát akkor menjünk rá, ennyi, azt hiszem kb. Megvoltak a challenge-ek, meg a...
versenymódok, most jön a Battle Arena, az emlegetett pusztító mód, amiből kettő van. A Deep in the Valley, Colosseum, Chopper, Rail Yard és Detroit pályák vannak, nézzük meg az elsőt, és akkor választhatunk a derbi vagy klasszikus kocsik közt. Itt a derbi közt a Mojella C2-es, a Tomai, ez a kettő dolog van. Hát akkor legyen ez. Ugyanazzal a karakterrel, 11 ellenfélről lemegyek 4-re, és megint se hülye legyen az AI, illetve be lehet állítani, hogy jelen esetben csak a derbi kocsik jelenjenek meg. Alapból úgy van beállítva. Aha, oké. Tehát nem egy V1-es, hanem konkrétan 5 kocsit kell szétszednem. Tehát 5 pontot kell elérnem, hogy megcsináljam a pályát. És igazából nekem jönnek. Aha, puszta gázzal belemegyek és 11%. Oké. Okay. 10%. Nem tudok kanyarodni a lejtő miatt. Oda nézzetek. Nyomom tövig a bal nyilat, és nem tudok megfordulni balra. A lejtő miatt. Az egész egy nagy fekete lyuk. Meg mi ez a... Gyerekek, látjátok jobb oldalt azt a keretet? Mi ez a grafikai megoldás? Véletlenül benne hagyták a Paintben azt a keretet? Akkor illesztették össze a képeket? Mi az Isten? Ez valami grafikai hiba. És kész. Elkaptak. Ennyi volt. Meghaltam. Vége. Jobb is így. Kaotikus. Ez az egész szó az egész játékra. Egy kaotikus maszlag. És akkor még ott van a Big Battle, ahol 24-en ugyanezt megcsinálják velem, és csak velem. Érted? Csak velem. Na nézzük meg, milyen a 24-es halál. Rohadtuk, kíváncsi vagyok. Csak derbi, start. Jó ég, már előre félek. Jeges tó. Csúszni fog, és kezelhetetlen lesz megint az egész. Meg mi ez, hogy besötétedik a kép, amikor elindul a verseny? Komolyan esküszöm, jobb mint egy Battle Royale. De most érdekes módon engem lecse szarnak. Pedig az AI úgy van kidolgozva, hogy csak nekem mennek. Illetve próbálnak a lejtőn menni. Hopp, egy kiiktatva. Azaz. Respawn alatt szellem lettem. Azt a befordulást. Csak egy picit nyomtam meg a szó közt, és már úgy fordulok, mint hülye a vádok tetőbe. Ja, vannak ilyen gejzirek. Mi a francért? Aha, én jobban sérülök, ha nitróval belegázolok a kocsikba. Azzal okoztam sérülést, hogy konkrétan nekem jöttek. Nem én sérültem, én okoztam sérülést a másiknak azzal, hogy belém jött. Csak egy picit. 1%. De akkorát, mintha agyon ütöttek volna, és 1%. Hopp! Hol van egy killem? És öten így legruppeneztek engem. Ja. Mert mik ezek a vinyogó hangok, amikor rohadtul nem lehet hallani a távolban pilóta hangot? Tehát alapon nincs úgy kidolgozva, hogy csak a kocsit lehessen hallani. Ez még kaotikusabb, mint az átlagos Battle Arena. És végül jön az utolsó mód, ami hivatalosan nem, mert ott lenne a Splat Out, de nekem jobb így. Végre, utolsó mód a Stuntman, ami a Flatout-nak az egyik leghíresebb pontja. A pilóta reptetés. És akkor háromfajta pálya van, a Golf Course, az Industrial Realism és a Nightmare. Azt a rohadt, mintha valami elfusserált American McGee Alice játékot látnék, vagy úristen, hogy mintha a volán mögé esne. És akkor a Golf Course-on belül van ez a One Evil Windmill, a Going Up, a Party All, 360 degrees long, és a bumpy ride. Oké. Okay. Jó, válasszunk egy stunt car kocsit, ami erre a célra van megcsinálva. Van ez a Mobanti convertible. Ilyen neveket kitalálni? Snaga convertible. Ja, convertible is.
Jó, értem. Tehát egy konvertibilis Mobanti, meg egy Snaga. Tehát ez azért van úgy kitalálva, hogy igazából az eredetinek a teteje le van szedve. Jó. És már tudjuk, az F-fel lehet kiugrani. Na, 1200 pontot kell elérnünk. Jó, próbálkozzunk. A nitro... Ja. Jó, oda a piros célkeresztre kell menni. Az aftertouch, ugye ez így működik, mint mondottam. Oké. Okay. You lose. És ennyi volt, gyerekek. Na ez még egyszer. Most az egyszer, még egyszer. Mi az az egyszerre egyes szorzót lent, hogyha még szorzót se kapok? Na, utoljára. Megint túlestem. Jó, hagyjuk, hagyjuk abba. Nem, ez irányíthatatlan. Kaotikus, borzasztó, elegem van, jó? Gyerekek, ennyi volt a... lényegében a Flatout 3 Chaos and Destruction. Hát a Chaos az nagyon bőven van itten, Destruction az majd az én agyamat fogja distraktolni. Tehát ez volt az a játék, ami majdnem kinyírta a franchise-t, ami meg nem jelent 2017-ben a negyedik rész, ami nagyjából az első két résznek a színvonalát követte, úgyhogy nem mondhattunk búcsút ennek a franchise-nak, mint ahogy egyes franchise-nak, sajnos. Úgyhogy végső soron én ennyi voltam, ennyi volt a gameplay szekció, és most jöjjön az értékelés és egy kis történet a készítőkkel és ezzel a borzadája kapcsolatban. Én elköszönök, én Staci voltam, ennyi voltam mára. Köszönöm szépen a figyelmet, további rage-mentes, szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok! Hello mindenkinek ismét! Ahogyan ígértem, innentől kezdve a The Fuck Gameplay alanya is rendelkeznek információs szakaszokkal, mint a no-commentes alanyok is. Jöjjön egy kis háttérinfo a játék megalakulásáról és annak elkövetőiről. Mint ahogy tudjuk, a Flatout sorozatot a Bugbear Entertainment indította el, kezdetben 2004-ben az első résszel, ami nagyon sikeres volt, aztán jött a második rész 2006-ban, ami egy tökéletes folytatásnak minősül, olyannyira, hogy kapott egy újrakiadást Flatout Ultimate Carnage címmel. Aztán jött egy pillanat, amikor a Bugbear-esek egy új IP-ben gondolkodtak, a Ridge Racer Unbounded-on, akkor 2011-ben megjelent a semmiből a Team 6 Game Studios, és elhozták nekünk, bár senki sem kérte, a Flatout 3 Chaos and Destruction című rettenetet. Plusz poén, hogy nem ez volt az első próbálkozásuk a franchise-zal, mert 2010-ben ők készítették el az első rész Wii sportját, ami szintén vacak volt. Mielőtt rátérnék magára a játék értékelésére, beszéljünk egy kicsit a fejlesztőkről. Azt kell tudni, hogy 2001-ben egy német származású csapat, a Blimp Entertainment jött létre, aztán a csőd szélén megváltoztatták nevüket, és 2003-ra már más néven futott a csapat, a holland származású Team 6 Game Studios néven, egészen a mai napig. Egyébként csak én érzem, hogy a címválasztásnál ránéztek a Team 17-re? Főleg nagyon vérszegény autós játékokat készítettek, de ha magyar szemmel kéne említenem példát, akkor azt mondom, hogy ők okozták a Freddy D. által bemutatott Downtown Challenge-et. Na induljunk. Oh, azt a mindenit belenyom az ülésbe, érzem a menetszelet. Persze másodperceken belül 250 km/h-ban mentem, neki ugrattam egy háznak. Mi a fene zajlik itt? Meg a Lali által bemutatott Pizza Dude-ot is. Igazából a grafika nem is annyira vészes. Oh God! Oh God! Oh! Igen, kivéve a karaktereket. Meg aztán nem mehetek szó nélkül amellett, hogy tőlük ismerhetjük a Street Racer és a Taxi Racer sorozatot is. Aztán az a durva, hogy nem csődölt be ez a csapat, mert mint mondtam, a mai napig aktívak. Például felmentem a honlapjukra, és igazából három játékra büszkék igazán. Az egyik a 2018-as Super Street The Game, ami egy összecsapott 2015-ös Need for Speed ripoff.
aztán a másik a 2019-es Street Outlaws The List, ami az azonos című amerikai valóságműsor játék adaptációja. És a harmadik az idei Taxi Chaos, ami nem más, mint egy Crazy Taxi copy. Az oldal azzal dicsekszik, hogy a csapatmunka képes álomművet alkotni. Oké, ezzel egyet tudok érteni, mert én is a színházban ezzel a mentalitással élek. Meg aztán, mi abban hiszünk, hogy együtt képesek vagyunk megalkotni a legjobb játékokat. A szenvedélyen és a folyamatos alkotáson túl biztosíthatjuk, hogy már a családként működő csapatunk, a Team Six soha nem áll meg abban, hogy a lehető legjobb játékokra törekedjen. Aha. Akkor hogyan tudják megmagyarázni azt, hogy az a csapatalapító, Ronnie Nils, aki lebétázta a Modern Warfare 3-at, mert nem fogadta el a Flatout 3-ra kapott kritikákat, hogyan tekintsem egy megbízható cégvezetőnek? Ráadásul védte ezt a förmedvényt, mert ő úgy gondolta, hogy félkész állapotban volt, és csak hazudtunk a játék negatívumairól, meg elvileg a Steamen nem lehetett refundolni, azaz visszakérni az árát, és a játékosok belettek csapva, ezért az alkotót támadták. Ő meg elhordta őket fűnek fának. Ennyit erről, hogy ezek után semmi jót nem számíthatunk a Team Six-től. Nem a minőségre, hanem a mennyiségre mennek. Ez a csapat simán bevonulhat a Phoenix Games és a Blast Entertainment közé. Iszonyatosan csúnya. 2011-es szinten elfogadhatatlan egy Uncharted 3, egy Dead Space 2, egy Portal 2, egy Arkham City és egy Modern Warfare 3 mellett. Undorító látvány, csillogó post-processing elemek, csak narancssárga délutáni időjárás van, ha nem veszük figyelembe az éjszakai módot, a kocsik nevetségesen néznek ki, a 20 választható karakterek pedig sablonosak, cringy, szóvicces nevekkel. Egyszerűen röhelyesek. A menü választásnál CinemaScene hangefekteit hallom a háttérben, és hiába van a beállítás csúszkán félrerakva, iszonyat hangos. A zenével meg nem kínoznak benneteket, mert szar minőségű, szintén hangos, ilyen rock and drum and bass-nek csúfolt fülreszelés. Kiábrándítóan kaotikus. Valamikor csúszok, valamikor nem, valamikor tapad a kocsi, valamikor nem, ha nem csúszik, akkor tapad, ha nem tapad, akkor csúszik. A respawn rendszer nem megfelelően működik. Amikor kiírja a játék, hogy respawnoljak, akkor a felirat után nem rögtön, hanem 5 másodperc után tudok csak újraéledni. A dombok után konkrétan repülök, a lejtőknél nem igazán tudok kanyarodni, a felszedhető tárgyakon meg hiába megyek át halálbiztosan, 50-50 az esély, hogy felveszi vagy nem. Élvezhetetlen. Az első versenyen, amikor elindultunk 15-en, egyszerűen elállt a lélegzetem, és egy úristen mi a szar volt ez, röhögésbe csapott át az egész. Az ellenfelek direkt a roncsolásra lettek megalkotva, hiába melyik játékmódot tolom, és hiába milyen nehézségi szintre állítottam az AI-t. Folyamatosan benne vannak a seggemben, létszámtól függetlenül is. És hiába van sokféle játékmód, egy kaptafára működik. Vagy érjél be elsőnek, vagy pusztíts el mindenkit. Semmi értelmük nincsen. Nincs. 9 mód, 4 verseny, 1 pontgyűjtős, 2 roncsderbi, 1 stuntman és egy 50 kihívással teli challenge torony. Na mert persze a zombis elütős izé. Meg van még multiplayer, ahol ugyanezeket lehet tolni, csak sokat magaddal, de szerintem semmi értelme, ha ennyire játszhatatlan. És rohatós nem kíváncsi rá senki. Ultimate shit. A Flatout 3 Chaos and Destruction egy kaotikus fércmunka. Nem véletlenül kapta a Steam legalja címet. És a legnegatívabb fogadtatásban értékelt játékok wiki oldalán a 2010-es évek 18 legrosszabb játékai közül egyike a Flatout 3. Azért ez teljesítmény.
Hiába mondanám, hogy senkinek se ajánlom, úgyis ki fogjátok próbálni, és rohadtul biztos vagyok benne, hogy Gaston Csúbon a Játékosok Podcasten és rajtam kívül azért is ki fogja próbálni. Az okosabbaknak ajánlom az első két részt és a 2017-es negyedik részt. Na az az igazi harmadik rész. Ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, további range-mentes szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!